Sziasztok, én Sama vagyok, és a Kötelezők rövidebben sorozatunk célja, hogy társasjátékok szabályain rángjuk át magunkat. És ebben a részben a Micromacro Crime City-t fogjuk megnézni. A Micromacro Crime City egy kooperatív, 1-4 főig játszható, egyébként Spielers-Jahres győztes társasjáték. A játékosok együttműködve fognak különböző bűntényeket felgöngyölíteni, különböző nyomok megkeresésével. De elég is a szóból, nézzük az előkészületeket. Még ha csak most szedtétek le a fóliát a dobozról, első lépésként terítsétek ki a térképet az asztalra, de fontos, hogy ezt úgy tegyétek, hogy mindenki kényelmesen körbeérje, körbe tudjon esetlegesen sétálni körülötte. Második lépésként találtok egy nagyítót a dobozban, illetve egy matricát. A matricát ragasszátok fel erre a nagyítóra. Valahogy így. Ezután, kibontva a kártyacsomagokat, a kártyákon a bal felül található ikonok és számok segítségével porciózzátok ki őket és borítékoljátok be őket. Ezután borítékolható jól fogjátok érezni magatokat, hiszen kezdődhet a játék. A dobozban 16 különböző bűntényt fogtok találni, és ezért a játék hű is lesz a nevéhez, hiszen a Micromacro Crime City-ben egy hatalmas térképen fogjátok ezeket a bűntényeket felgöngyölíteni. Miután megvoltatok az előkészületekkel, vegyétek magatokhoz a megfelelő bűntének a pakliát, és választhatok magatok közül egy vezetőnyomozót. Ő magához veszi ezt a paklit, felolvassa a címét, illetve a kezdőkártya hátulján lévő színesítő szöveget. Ezután a következő kártyán található mondatot felolvassa, és ez lesz a csapatnak a feladata. Ezután együttműködve, kooperálva hozzatok meg egy döntést, illetve keressétek meg a térképen a megfelelő nyomot. Miután ezzel megvoltatok, a vezetőnyomozó leellenőrzi, hogy jól döntöttetek-e, és hogyha helyes, akkor tovább mehettek a következő kártyára. Hogyha nem, akkor a vezetőnyomozó kiszáll egy kis időre, hiszen ugye ő már tudja a megfejtést, de a többi játékosnak még van esélye, hogy megkeresse a megfelelő nyomot. Hogyha sikerül az összes kártyán található nyomokat megtalálni, akkor megnyertétek az adott büntényt, és mehettek a következőre. De hogyan is találjuk meg a nyomokat? Egy nagyító segítségével, amire felragasztottuk a matricát a játék elején. A nagyító segítségével fogjuk megtalálni a részletgazdag, igenint kidolgozott nagy térképen a nyomokat. És hogyha a háztartásban még van nagyítótok, akkor adjatok minden játékosnak egyet, hiszen így könnyebben meg fogjátok találni a bűntényhez kapcsolódó nyomokat. És még egy pró tipp, mindenféleképpen egy jól kivilágított szobában játsszátok a játékot, nehogy a sötétség miatt ne lássatok meg egy-egy nyomot. És ebben a videóban szándékosan nem mutattam meg mindent közelről, se a térképet, se a kártyákat, hiszen azt szeretném, hogyha magatok fedeznétek fel ezeket a bűntényeket. És hogyha megtetszett a Micromacro Crime City, akkor jó hírem van, hiszen már megjelent egy új különálló alapjátéka, a Full House is, aminek a szabályai abszolút megegyeznek az előbb említettekkel. És mind a két játékot megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban is. És mindenképp iratkozzatok fel itt ránk YouTube-on, hogyha érdekelnek hasonló tartalmak, hiszen heti rendszerességgel posztolunk új videót. De ezen kívül megtaláltok minket Facebookon és Instagramban is. A következő videó jó nyomkeresést, én Soma voltam, sziasztok!